Nos akkor folytatnám az előadást. Feltételes várható érték. Fogalom, amit összekombinálja feltételes valószínűség és a várható érték fogalmát. Következőről van szó. Egy kétdimenziós valószínűségi változó kétdimenziós súlyfüggvényével megadtuk, akkor ebből a súlyfüggvényből könnyű szemmel ki tudjuk számolni az X-nek a súlyfüggvényét összegzéssel, és ki tudjuk számolni a feltételes súlyfüggvényét Y-nak, valamilyen X egyenlő kis X feltétel mellett. Ez a feltételes súlyfüggvény nagyon fontos tartalommal bír. Adott kis x érték mellett az y szerinti változása azt mutatja, hogyha a nagy x-ről tudom, hogy kis x-el egyenlő, akkor milyen eloszlást követ az y? Na most, ha ebből a feltételes eloszlásból a szokásos módon kiszámolunk egy várható értéket, tehát az y értéket a feltételes valószínűség értékével súlyozva összeadjuk, akkor kapunk egy számot, amit az y nagy x egyenlő kis x feltétel melletti feltételes várható értékének nevezzük. A fordított irányú szereposztással kijön természetesen az x-nek y egyenlő kis y feltétel melletti feltételes várható értéke. Mindezt most egy példát fogom bemutatni. Nos, még a fél év elején volt egy ilyen példánk, hogy egy dobozban elképzeltük, hogy 45 színes golyót beleteszünk, 10 pirosat, 15 kéket és 20 fehéret, és 8-at kihúzunk a 45 közül visszatevés nélkül, ahány piros, ahány kék, ahány fehér, ezek adják az x, y, z valószínűségi változókra. Akkor hát a megfelelő képlettel kiszámoltuk az x, y eloszlását, íme itt van előttünk, a sötétsárga cellákban remélem kivetítve is látszódik, hogy ott vannak a megfelelő numerikus értékek, amelyeket természetesen a megfelelő képlettel számoltunk ki, hogy be tudok mutatni őket, valaki kíváncsi rá, a ilyen-olyan kombinációk sorozata osztódik egy nagy kombinációs számmal. Tudottnak veszem, hogy ezeket a valószínűséget mindenki ki tudná számolni. Nos, itt először kiszámolom összegzéssel az x eloszlását, és akkor itt alul kijön az x eloszlása, és akkor utána minden egyes lehetséges x érték mellett, például az x egyenlő 2 mellett, kiszámolom az y-nak a feltételes eloszlását. Ez nem látszódik jól a kivetítől, mert gyorsan át tudom színezni, csináljuk egy próbát, legyen ezeknek a betűszíne, a árny, nem jó az útse. Jó, akkor maradunk az eredetinél, nem variálunk. Nos, tehát akkor kiemelem, hogy én most az x egyenlő 2 feltétel mellett számolgatok, és akkor most eme feltétel melletti feltételes eloszlás várható értékét kiszámolom, hogy a valószínűségeket, amelyek itt ebben a oszlopban vannak, itt simogatom, ezeket összeszorzom és összeadom az y-nak az értékeivel. Tehát akkor ide alulra, na férjen ki szépen, nem tudom, ez még eléggé látszódik, illetve itt, az sem igen. Jó? Tehát jön egy szorzat összeg, szorzatösszeg, a lehetséges y értékek és a szóban forgó feltételes valószínűségeket összeszorozva, ami itt alul kijön, megpróbálom kicsit nagyobbra fölhozni, na még nagyobbra írni, 2,57, ez a feltételes várható érték értéke, ez azt jelenti, és akkor most végigbogalászok, hogy a
x50 mit jelent, hogy ha az x értéke 2, vagyis ha tudom, hogy két piros van a 8 között, akkor kérdéses lehet, hogy hány kék van a maradék 6 golyó között, és akkor ennek a véletlen értéknek a várható értéke az x egyenlő 2 feltétel mellett, ez egyenlő 2,57-tel. Vagyis, ha sok olyan kísérletet veszek, amikor két piros jön ki a 8 között, akkor a két piros mellett a kékek számának az átlagértéke 2,57. Na most, ha ravasz vagyok és lerögzítem az L-es oszlopot, ez is egy kis Excel technika, hogy oda teszek az L betű elé egy dollár, ezáltal az L az fix, ha ezt elhúzom balra, meg elhúzom jobbra, akkor megkapom a többi feltételes várható értéket is, nézzük csak, hogy minden stimmele, tehát így-ni, ez az, ha tudom, hogy nem húztam pirosat, akkor a kékek számának az átlagértéke 3,43. Ha tudom, hogy egy pirosat húztam, akkor a kékek számának az átlaga körülbelül 3. És itt tovább, ha tudom, hogy 7 pirosat húztam, aminek persze ürült kicsi a valószínűsége, tehát nagyon-nagyon sok kísérlete van szükség, hogy összejöjjön annyi olyan, hogy egyetlen 7 piros van közöttük, akkor a kékek száma ugye lehet 0 vagy 1, és ebből kifolyólag van értelme arról beszélni, hogy az átlagos értéke a kékeknek, átlagos száma a kékeknek 0,43. Nos, ha fordítva okoskodunk, talán megpróbálom ezt is bemutatni. Ezzel kerestem, akkor innen most folytathatjuk. Átlapoztam közben az Excel fájlomnak egy másik oldalára, ahol adott Y értékek mellett az X-eknek a feltételes eloszlásai állnak ilyen viszintes sorokban. Úgyhogy ha most a adott Y értékhez tartozó feltételes várható értékeket akarom kiszámolni, akkor először is kell ide egy kis helyet csinálnom magamnak, beszúrok 4 sor, íme megvan, jó, és akkor most számolom ki, mondjuk ne ott kezdjük, hanem itt, tehát az Y egyenlő 4 feltétel melletti feltételes eloszlás tagjait fogom szorzatösszegbe venni, íme ők a feltételes eloszlás tagjai, szorzatösszegbe venni az X-nek a lehetséges értékeivel, akkor közben befixáltam az X-nek a sorát, remélem jól csináltam, bezárom, kijön itt valami picike-picike, belenagyítunk, hát nehéz, minden, igen, még nagyobb emelhet, jó, így látszik, 1,33 jön ki, tehát ha tudom, hogy 4 kék van a 8 között, akkor a pirosak számának az átlaga sok kísérlet esetén 1,33. Ha 3 kék van a 8 között, akkor több piros jöhet ki átlagban, 1,67, és így tovább minden egyes feltételhez tartozik egy feltételes várható érték. Ezeket látjuk most itt megszületőben, nehéz itt az Excel-el ügyesnek lenne, de most megvan. Nos, itt vannak a feltételes várható értékek. Jó? Nem magyarázom tovább.